Szeretettel üdvözlöm a Fotóikonok Archívumból Történelem című kiállítás virtuális megnyitójának vendégeit. A tárlat a Műcsarnok és a Dichroma Fotográfia együttműködésében valósult meg, és egyben az idén is a Budapest Fotófesztivál nyitó eseménye. Megkülönböztetett tisztelettel üdvözlöm Ő Excellenciája Annunciada Fernández de Córdoba asszonyt, Spanyolország budapesti nagykövetét, Mucsi Szilviát, a Budapest Fotófesztivál igazgatóját, Ann Morin kurátort, a Dichroma Fotográfia igazgatóját, valamint Révész Tamás fotóművészt, aki tárlatunkat megnyitja. Köszönetet szeretnék mondani kurátorasszisztensi munkájáért Tulipán Zsuzsának és a Műcsarnok minden közreműködő kollégájának. A 20. századi fotográfiák gyűjtése, múzeumi bemutatása a nagy intézmények hétköznapi és egyszerre ünnepi feladatává vált. Ha hasonló kiállítást láttam bárhol a világon, a Fotóikonok segítségével is érezhettem, hogy világvárosban vagyok. Ezt most hasonló ünnepként élem meg itt Budapesten. Nem csak mostani figyelmüket köszönöm, hanem figyelmükbe ajánlom azt a számos virtuális eseményt, amivel addig is követni tudják a tárlatvezetéseket, közösségi média kommunikációnkat, amíg végre újból eljöhetnek hozzánk személyesen is. Köszönöm. Es para mí un honor como embajadora de España en Hungría inaugurar esta exposición que abre el Budapest Photo Festival. La exposición se titula From Archive to History. Ha sido una creación de la empresa cultural española con sede en Madrid, Dichroma, y ha venido a Budapest gracias al trabajo y la cooperación del Instituto Cervantes de Budapest. Supone un recorrido por figuras insignes de la fotografía del siglo XX, con obras de fotógrafos como Araki, Man Ray o Manuel Álvarez Bravo, procedentes de los fondos de la Galería Howard Greenberg de Nueva York. En estos tiempos de pandemia, quizás la pandemia a quien más ha mordido es a la cultura. Muchas actividades culturales se han visto o pospuestas o hasta canceladas, y por eso resulta encomiable la labor que ha llevado a cabo Silvia Munchi, la directora del Budapest Photo Festival, yendo adelante con tesón y con esfuerzo para sacar adelante esta nueva edición del festival. Yo espero que, si las circunstancias lo permiten, la directora de Dichroma, Anne Morin, pueda desplazarse a Budapest y que podamos disfrutar con ella de un recorrido guiado por las obras que van a estar expuestas en las salas del Műcsarnok. Hay muchos lazos, y especialmente muchos lazos culturales, entre Hungría y España, y especialmente en el campo de la fotografía. Por citar a uno solo, pues Capa desarrolló parte de su obra en mi país, en España. Y esa concomitancia se revela también por la existencia de festivales como el Foto España de Madrid o el Foto Forum Fest de Barcelona, que junto con el Budapest Photo Festival tienen una misma intención de llevar al público lo más señalado de la fotografía contemporánea, de la fotografía actual, y sin olvidar, sin embargo, las raíces de donde provienen. Quiero felicitar, además de a Silvia Munchi, la directora del Photo Festival de Budapest, a su equipo, a su excelente equipo, que nos va a permitir disfrutar de todo este desarrollo fotográfico del festival, y por último despedirme, desearles que ustedes también lo disfruten, y despedirme con unas palabras en húngaro: Nagyon köszönöm, és sok sikert kívánok a Budapest Fotófesztiválnak.
Szeretettel köszöntöm Önöket a Budapest Fotófesztivál nevében. A fesztivál 5. éve működik együtt a műcsarnokkal a nyitókiállításunk megvalósításában. Ez azonban nem csak azt jelenti, hogy képeket láthatunk a falon, hanem azt is, hogy egy izgalmas látványvilágot valósítanak meg a műcsarnok kollégái, egy izgalmas installációt, amely remélhetőleg hamarosan személyesen is látogatható. Köszönöm kollégáim nevében is a műcsarnokkal való együttműködésünket. Ez az első év, hogy virtuálisan nyitjuk meg a fesztivált, amely egy kis izgalmat jelent számunkra, hiszen egy új helyzetet alakított ki. De ebben az új helyzetben is helytállunk, és a fesztivál teljes programja virtuális online megnyitókkal fog indulni. Én köszönöm, hogy idén is velünk tartanak. Kérem Önöket, hogy kövessék figyelemmel Facebook oldalunkat, ahol az összes programot megismerhetik, illetve weboldalunkat. Fogadják szeretettel a műcsarnokban megnyíló kiállítást első körben virtuálisan, de nagyon remélem, hogy minél hamarabb személyesen. Köszönöm szépen! Sajnálom, hogy a járvány miatt online vagyunk itt a Fotóikonok Archívumból Történelem című kiállításon, amely a New York-i Howard Greenberg Galéria kiállítása. Én minden esetre magam elé képzelem a megnyitó szokásos tömegét, és kíváncsian nézem, hogy a maszk ellenére felismerjük-e egymást. Abban azonban biztos vagyok, hogy ha később személyesen vagy online körülnéznek itt, a képek nem lesznek ismeretlenek. Bármelyik 20. század fotoművészetéről szóló könyvben vagy kiállításon ezek a fotográfusok és képek bizonyosan szerepelnek. Ez a kiállítás bepillantást enged a 20. század első felére a kor legismertebb fotográfusainak képein keresztül. A művész, a fotográfus számára nincs nagyobb megtiszteltetés annál, ha egy rangos múzeum falán van. De nincs annál nagyobb elismerés, ha ugyanezt a képet valaki egy galéria faláról megvásárolja. E kiállítás különlegessége az, hogy egy kereskedelmi céllal működő New York-i fotogaléria, a Howard Greenberg Gallery, mintegy 30 ezres gyűjteményéből lett kiválogatva. Ha történetesen New Yorkban járnak, számos más rangos fotogalériát találnak. Ha csak néhányat említek, akkor ilyen a Ben Ruby, a Bruce Silverstein, a Danzinger, az Edwin Hooke, az Gitterman, a Lawrence Miller és a Robert Mann galéria. A fotókereskedelem nem véletlen koncentrálódik New Yorkba, hiszen 1985 óta minden évben megrendezik a közel 120 nemzetközi fotókereskedők együttes kiállítását, ami iPad néven vonult a köztudatba. Céljuk megteremteni a magas színvonalat a fotográfiai kiállításokban és kereskedelemben. Howard Greenberg neve valószínűleg nem közismert Magyarországon. Személyesen nincs jelen a social médiában, a Facebookon, a LinkedIn-en. Azonban igen aktív, mint Howard Greenberg Gallery. És nem árt tudni, hogy ő a világ egyik legjelentősebb fotókereskedője. Elismert szereplője azoknak, akik a fotográfia értékét a képzőművészeti piacon megalapozták. Greenberget az American Photo Magazine a fotográfia 25 legrangosabb embere közé sorolta. Greenberg Woodstockban volt fotográfus a helyi lapnál. Imádott fényképezni. A sötét kamrában, laborálás közben érezte meg azt a varázslatot, amikor a papíron megjelent a kép. Innen ered tisztelete a vintage nyomatok iránt. Ott tapasztalta meg, hogy nincs két egyforma kópia. 1977-ben megalapította a Woodstock fotográfiai központot, a 70-es, 80-as években megszállottan kezdett gyűjteni régi fotókat. Járta a környék bolhapiacait, művészek, fotográfusok pincéit, padlásait. Rájött, hogy sok mindent megvásárolhat, amit aztán jól eladhat. Daguerreotípiós kamerákat, sztereoszkópikus fotókat, 19. századi albumokat és kortárs fotográfusok képeit, amelyek mára a 20. század kulcsfontosságú fotóivá váltak. Akkoriban a fotónak még nem volt nagy értéke. Manapság ezeknek a képeknek itt a falakon, vagy kópiáinak az ára 4000-től 200 000 dollárig terjed.
Grinberg egy interjú során arról beszélt, hogy a fotográfia a legkönnyebben hozzáférhető és emészhető művészeti forma, és ezáltal a legnépszerűbb is. Ő azonban nem magát a kiállítást preferálja a galériájában, hanem szigorúan az üzletre fókuszál, és a piaci igényekre reagál. És ez nem csak neki, mint kereskedőnek, de a képviselt fotográfusoknak is fontos. És lássuk be, a művészete terén így megy ez a középkor óta. Múzeumok és galériák kéz a kézben teremtenek piacot a művészek megbecsüléséért és megélhetésükért. Sok fotográfus munkáját talán soha nem ismerik fel. Másoknak lehetnek pillanatnyi sikerei, de aztán a feledés homályába merülnek. De vannak szerencsés véletlenek is. Ilyen volt Saul Leiter esete, akiről sikeres pályája végén megfeledkeztek. Ő azonban tovább fényképezett, minden megbízás nélkül. Egy New Yorkról készülő kiállítás kurátora fedezte fel újra, néhány éve, és hozta össze Howard Grinberggel. Vivien Meyer életműve is hasonló felfedezés volt. Halála után könyvek és kiállítások során vált ismerté. Aztán itt van a hazánk fia, Martin Munkácsi, aki szinte egész életében sikeres és gazdag volt, de halála előtt teljesen elszegényedett. Még szerencs, hogy életműve fennmaradt. A fotográfia alig 200 éves múltra tekint vissza. Az analóg világ fotográfusa tudta, hogy blendét és zársebességet kell állítania a fénymérés alapján. Laborálnia kellett tudnia. Ha színes képet készített, akkor tudnia kellett, mi az a színhőmérséklet, választania kellett műfény és napfényfilm között. Szóval egy bizonyos szakmai tudásra szüksége volt. Néhány évtizede a digitális technológia mindenkit fotográfusa avanzsált. A technológia tökéletessége nyomán mindenki képes jó képet készíteni. Képernyőnkön, a social médiában el is vagyunk árasztva fotókkal. És akkor elnézve ezeket a több mint fél évszázaddal ezelőtt készült vintage képeket, nem tudom elhesegetni a kérdést, vajon 100 év múlva a 22. század múzeumaiban, galériáiban milyen fotográfia marad emlékezetes műként korunk a 21. század fotográfusától. Az amerikai közszolgálati televízión egyik kedvenc műsorom a Charlie Rose volt. Volt egyszer egy közel egy órás interjúja Henri Cartier-Bressonnal. Többek között azt kérdezte, hogy megtanítható-e a fotográfusi szakma, vagy vele született adottság szükséges? Mi kell ahhoz, hogy valaki ilyen csodás képeket készítsen? Nagyon egyszerű, válaszolta Cartier-Bresson, mindössze egy mutatóujra van szüksége az exponáláshoz. Henri Cartier-Bresson, hogy nála maradjak, a Döntő pillanat című könyvében azt írta, hogy számára éppen az itt látható Martin Munkácsi Három fiú a Tanganyika tónál című fotója volt az a kép, ami arra inspirálta, hogy fogja a fényképezőgépet az utcára menjen, és keressen és megörökítsen feledhetetlen képeket. Remélem, hogy e kiáltás látogatói, és főképpen ha fotográfusok, rátalálnak majd legalább egy képre, amely ösztönzést ad számukra. Gratulálok Anne Morin kurátornak, hogy elhozta ezt a kiállítást. Mucsi Szilviának, Somosi Ritának, Szarka Klárának, Kocsány Kornélnak, a Budapest Fotófesztivál szervezőinek, hogy már 5. éve megrendezik ezt a kiállítást Dömbinket. És köszönet a műcsarnoknak, Tulipán Zsuzsának, Szegő Györgynek, hogy házigazdája a program egyik legfontosabb kiállításának. Buenas tardes, soy Anne Morin, directora de Dichroma Photographie en Madrid y soy la comisaria de la exposición del Archivo de la Historia de la Galería de Howard Grinberg en Nueva York. Esta exposición ha sido realizada en colaboración con el Festival de Budapest y la Howard Grinberg Gallery, una institución a nivel internacional que goza de una gran autoridad. La exposición consta de casi 70 fotografías que he podido seleccionar dentro del corpus del archivo de la galería que consta de casi 30.000 fotografías. La exposición reúne fotografías de grandes nombres del siglo XX, pero fotografías poco conocidas. De esto se trata.
Tenemos imágenes desde Eugène Atget hasta Araki, pasando por Newman, Berenice Abbott, Saul Leiter, Mukasey, Kertész, todos Eggleston, todos los grandes iconos, pero con imágenes que entre sí forman un tejido casi desconocido de la historia de la fotografía. En realidad, hay dos razones por las que quise hacer esta exposición. La primera es para hacer o rendir un homenaje a una figura que ha sido y es fundamental en la escena y en el mundo de la fotografía, es Howard Greenberg. Howard Greenberg es uno de los primeros que propulsó el mercado de la fotografía y propulsó el coleccionismo. Contribuyó a que grandes colecciones privadas se fomentasen en Estados Unidos, contribuyó a que unos archivos fotográficos, sobre todo de fotógrafos americanos, pues puedan volver a ser visibles, en todo caso luchar contra la deriva y el lento olvido que muchas veces arrastra la obra de grandes fotógrafos. Esto es la primera razón, y también la segunda razón es como gozar de una especie de derogación. Esta exposición reúne fotografías del que el destino o la destinación son las colecciones privadas y en ningún momento, o salvo excepciones, que es nuestro caso, el estar expuesto en instituciones. Estas fotografías van de la galería a la colección. Pocas veces pasan por redes o por canales que permiten al gran público tener acceso a ellas, como pueden ser las subastas o las publicaciones. Entonces, volcamos estas fotografías, este tejido subterráneo de la historia de la fotografía en el Museo de Arte Contemporáneo de Budapest para el tiempo del festival. Esta exposición funciona un poquito como un museo imaginario para hacer un guiño a los surrealistas y en particular a Malraux. Estas fotografías puestas y juxtapuestas unas con otras establecen correspondencias, establecen diálogo y se pone en marcha un mecanismo, el mecanismo de una historia, la historia de una sensibilidad, la historia de un gusto, la historia de una aproximación al mundo de la imagen. Y si he podido efectuar esta selección dentro del corpus de la galería, es también probablemente porque encuentro ciertas resonancias entre la sensibilidad de Howard Greenberg y la mía. Y no ha sido difícil proceder a esta selección, ha sido difícil no incluir muchas más. Para hacer un segundo guiño a los surrealistas y en particular a un juego literario, esta exposición funciona como un cadáver exquis. Es decir, que este juego literario que inventaron los surrealistas, en particular Yves Tanguy o Bataille, el que pues cada uno de los invitados a participar a este juego escribe en un papel, en el mismo papel, pues un principio de una frase que luego se tapa con plegando el papel y que se pasa al segundo y sigue la frase, pues al final esta asociación que puede llegar a provocar cierta incongruencia provoca en todo caso sentido y provoca historia. Esta exposición es una exposición totalmente inédita justamente por este carácter y ofrece un paseo entre dos orillas, ¿no?, de la historia de la fotografía y nos da a conocer muchas imágenes insospechadas, grandes imágenes que no han llegado a ser icónicas, pero que también nos permite acceder
a la parte más oscura o menos conocida de todos estos fotógrafos. Esta exposición es una joya, es un privilegio. Agradezco una vez más a todas las entidades que han podido participar en este proyecto, en particular evidentemente el Festival de Budapest y también el Instituto Cervantes de Budapest, que ha apoyado en esta operación. Muchísimas gracias a todos, os deseo una feliz, un feliz paseo, una feliz deambulación en los laterales de la historia de la fotografía.